kisfiam, hogy megszületett, csak a lovakban gondolkozott. Semmi más igazán nem érdekelte. És amikor negyedikes gimis volt, akkor kaptam egy telefont Angliából. A Steve felhívott, hogy Ági, kellene egy, pont a te fiad, egy olyan típus, aki lovagol, az Orlando Bloom dublőreként. És így január 1-én föltettük a gépre, és kirepült az angol csapathoz. Kell az egyik leghíresebb fogadhajtó versenyt Magyarországon. Igen, ugye édesapámnak van 9 világbajnoki érme, szóval az még azért, az még a talomba van természetesen, a neki még szeretnék egy világbajnoki érmet hozni valamikor a jövőben, de egyelőre most én a világbajnoki érmeket a hollywoodi filmeknek a forgatásán fogom megszerezni. Robin Hood, egy Ben Hur, Karib-tenger kalózai, rettenthetetlen, hihetetlen ilyen produkciókba jutottál el. Nagyon sok olyan film van, és producer, aki mondjuk megcsinált egy filmet velünk, és utána onnantól fogva csak, amikor Magyarországra jön, akkor csak minket szeretne. Például szerencsére, Simon Crane-t is említhetnék, pontosan, ugye, amikor Simon Crane, aki fordát, mondjuk a Robin Hoodot megcsináltuk. És hát a legnagyobb érdem, én úgy gondolom, hogy a lovaknak szól. Így? Uh-huh. Jobb kezeddel megfogod ezt a felső szárat, és ezt belefogod ide a bal kezedbe. Aha. Ez az, így, így. Egy karambol lesz itt mindjárt. Nem lesz, figyelnek rá, lassítunk egy kicsit. Hector, kicsit jobbra húzod őket. Az a lényeg, hogy ezen nem kell kiengedni, igen, a... Kiengedted az őt? Miért engedted ki a fület? Jaj! Jaj, jaj. Hopp, hopp, hopp. Oda néz. Hopp. Hát igen, jó lett. Egyből egyet ledöntött, csak ezeknek az a lényeg, hogy fönt kell maradni a labdáknak. Kívül lehet látni a sárga lovat, aki most egy picit másabb színben van, mint a tévévászon lehet látni, a Witcherbe ő a keszeg. Meg ugye a Robin Hoodba nagyon sok fekete lovat kellett adnunk, az egész katona alakulat fekete lovakkal volt. Azt hiszem, hogy volt olyan napunk, amikor 50 lovat kellett feketére lefesteni. Lépés másik kéz! Hector. Ő Hector. Ő volt kint, igen, ugye neki meg lehet ismerni, neki van egy ilyen kis fehér foltja. Aztán ugye ő az Apollo, minden színész rajta kezd el lovagolni, tehát ő az, aki felmérem azt, hogy milyen állapotban van a színész, hogy tud lovagolni. A Hector ugye, ő a Henry Cavillnek, a Supermannek a legkedveltebb lova. Az első évad alatt ő rajta tanítottam őt lovagolni. Ő egy hónapon keresztül járt le ide hozzánk, és itt volt reggeltől délután 5-ig. 3-4 lovat lovagoltunk. Jó az barátok Apollo, is lettetek. Igen, egyébként. Nagyon jó barátok, igen? Lettünk, tehát ilyen heti kapcsolatban vagyunk. Általában mindegyik színésszel nagyon jó kapcsolatba kerültem. Nézzük meg, jó? A kocsikat, nagyon kíváncsi kocsika. Vagyok. A középkornak a bizonyos részeiből vélhető föl elég sok. Hát már most 5. éve vásárolom a kocsikat, és már most a 200-as számot közelítjük meg. Európai top 3-ba bekerültünk. A Shadow and Bone, tehát arról már most tudunk beszélni. Oda voltunk lent egy forgatáson, ahol egy ilyen cirkusz érkezett meg, és akkor voltak ezek a kocsik használva. Ott lehet látni az összes konflis kocsit, utána ott vannak az egyes doktor kocsik. Kocsi birodalom van. És az elegáns kocsik, azok pedig bent vannak, még oda mindjárt bemegyünk, a Landauerek, a kupék, és az összes ilyen elegánsabb kocsi, amiket a kincsemben is lehet sokat látni. És egy eredeti darab az 1800-as évek végéről. Olyan, mint az automata ablak, csak nem egy gombot kell nyomni, hanem egy bőrt kell felhozni. Nagyon klassz. Örömet okoz, boldog életem van mellette, és azt csinálok, amit szeretek, és azokkal csinálom, akiket szeretek.